táborainkat, főleg a nagycsaládosok számára tovább szervezünk. A Honvédelmi Sportszövetséggel közös rendezvényeink lesznek, illetve egy tábort is fogunk szervezni, ezek mind Kárpát-medencei szintűek lesznek. És hát szeretnénk tovább folytatni azokat a programokat, amiket az elmúlt években kezdtünk el, például a Petőfi Sándor programot, Körösi Csoma Sándor programot, illetve a gazdasági pályázatokhoz alkalmazkodva, amellett pedig egy mentorképzést valósítunk meg. Ugye ennek már volt egy éve, illetve egy év eltelt már a Vajdaságban, hogy ezt közösen végrehajtottuk, így elindítjuk Erdélyben és Kárpátalján, Felvidéken szintén.